Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár, szerb, méla zsidó a hegyekben, szétdarabolt, lázas test, mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot, s várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák ostroma megmegújul, de a légsereg elnyugodott már. Tisztelt hölgyeim és uraim! Megrendülten és nyomasztó érzésekkel viaskodva állok most itt az auschwitzi történések képsorai, emlékképei, képborzalmai előtt. Tisztelt emlékező közönség! Igen, azt mondtam most is, hiszen többször, több helyen Budapesttől Izraelig és a Yad Vashemtől Auschwitzig több alkalommal is szembesültem a holokauszt borzalmainak rémképeivel. Nincs ember, jóérzésű, felelősen gondolkodó felnőtt, akire a szomorú múlt megrendítő képsorai ne hatnának nyomasztóan. Készülve a mai kiállítás megnyitójára két gondolat emelkedett a többi fölé. Engedjék meg, hogy ezeket megosszam önökkel. Az első a vezetők és a gondolkodók felelőssége. Tisztelt hölgyeim és uraim! Fel kell ismerni és fel kell vállalni valamennyi kisebb-nagyobb közösség élén haladóknak, valamennyi a kisebb-nagyobb közösség véleményére, értékrendjére befolyással bíró gondolkodóknak, véleményformálóknak a közös és egyetemleges felelősséget, hogy sohasem engedhetjük meg, hogy hatalomra jussanak a szélsőséges nézeteket valló emberek. Közös tapasztalatunk, hogy a szélsőségek mindig az ország veszélyt okozták, legyen szó bármelyik oldalról érkező szélsőségnek. Nem engedhetjük meg, és ebben minden józanul és felelősen gondolkodó, a történelmet ismerő ember összefogására van szükség. A másik gondolat, amit szeretnék önökkel most megosztani, a felelősek vagyunk egymásért gondolat. Igen, tisztelt emlékező közösség, felelősek vagyunk egymásért, figyelnünk kell a körülöttünk történő dolgokra, eseményekre, és ha kell, segítenünk kell egymásnak. Szükség van a társadalmi szolidaritásra. Az erős, a gyengét, az okos, a szerényebb képességűt, a gazdag, a szegényt segítse, gyámolítsa, helyes útra terelje. Ha figyelünk egymásra, a közösségünkre és a közjó szolgálatát tekintjük feladatunknak, akkor soha többet nem ismétlődhet meg a történelem legsötétebb korszaka. Ha figyelünk egymásra, nem engedjük, hogy olyanok határozzák meg a közéletünket, akik nem a közjó, hanem az egyéni, önös érdekeik érvényesítését akarják elérni minden áron. A szélsőségeket ki kell vetni magunk közül, mert felelősek vagyunk egymásért. Kedves hölgyeim, tisztelt uraim! Néhányan tudják, hogy vasárnaponként edzésre járok. Ez is követően van egy törzshelyünk, ahova leszoktunk menni, egy üdítőt, egy sört meginni. Ma is így tettem. A szomszéd asztalnál néhány ismerős ült, akik rákérdeztek arra, hogy mik azok a plakátok, amelyeket olvasnak néhány helyen a városban, hallották híradásokban, hogy lesz egy kiállítás itt a művelődési házban. Kérték, hogy üljek át hozzájuk, megtettem.
Tudva politikai hovatartozásukat, de ezzel nem törődve, hiszen egy polgármester mindenkivel szóba kell, hogy álljon, azt a kérdést tették föl nekem, hogy nem gondoltam-e még arra, hogy micsoda égő, micsoda ciki dolog az, hogy Pécs felől jövet, Dombovára érkezvén, aki ide jön, azt az állapotot látja, hogy négy Dávid csillag, négy zsidó csillag köszönti az ide érkezőket. Nem gondoltam-e arra még, hogy ezt az emlékművet ideje lenne lebontani. Nem gondoltam-e arra még, hogy gyűjtsünk aláírásokat és álljak az élére, hiszen ezzel jó néhány politikai szimpatizást, politikai szavazatot gyűjthetnék, hogyha az az emlékmű honnét eltűnne. Egy polgármester ilyenkor kell, hogy tűrtöztesse magát. Azt mondtam nekik, hogy abszolút nem gondoltam, sőt, él bennem az akarat, hogy a zsinagógát megmentsük, felújítsuk, és megkérdeztem tőlük, hogy szerintük mi az az emlékmű. Tudták, hogy a zsidó áldozatok emlékére emeltetett. Én viszont azt mondtam nekik, hogy ez igaz, de ugyanakkor ez az emlékmű valahol a lelkiismeret emlékműve is. Hiszen 1944. június elejétől fogva több mint 600, a források alapján 622 zsidót terelnek be a dombovári gettóba. Miután elhurcolják őket Auschwitzba, ebből a 622 főből összesen 541-en térnek csak vissza. Döbbenetes szám, főleg annak arányában, hogy ha azt gondoljuk végig, abban az időszakban mennyi volt városunknak a lakossága. Takács Marika és más forrásokból tudjuk, hogy a város lakossága döbbenten állt az esemény előtt, mégis valahol akaratgyenge volt, hiszen ahhoz képest, hogy más városok, többek között Szekszárd képes volt az ilyen nagy százalékú elhurcolást megakadályozni, mi ezt valahogy nem tudtuk megtenni. Hogy mik voltak az okok, ezért kárhoztatni ma már senkit nem szabad, de mégis úgy érzem, hogy az, hogy pillanatok alatt a II. Világháború lezárását követően 1947-ben fölemelik a dombováriak adakozásból azt az emlékművet, valahol a lelkiismeretnek az emlékműve is. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi az, ami egy kicsit a dombovári történelemből hiányzik. Úgy gondolom, hogy egy momentum nagyon hiányzik nekünk, ez pedig a gettónak a kérdése. Erre akkor döbbentem rá, amikor pár éve Velencében túrázgattam, és az ottani információs turisztikai anyagokból azt olvashattam, hogy a gettó az eredetileg egy olyan olasz szó, mely a velencei nyelvjárást tükrözi, az alapján jött létre. Fém művest jelent. Az 1500-as években német zsidók telepedtek le Velencében, harangöntéssel, vasmegmunkálás, ékszerek készítésével foglalkoztak. Ők laktak egy olyan szigeten, aminek az volt a neve, hogy gettó. Ma nyilván ezt a kifejezést nagyon kevesen ismerik. Ha végig gondoljuk azonban a gettónak a szerepét, az nem más, én úgy érzem, mint a haláltáboroknak az előszobája. Milyen állapot lehetett Hajdanán a Deák Ferenc utcában? Micsoda nyomorúság és micsoda apró örömök jelenhettek meg, amikor a több száz zsidót, zsidó családokat oda beterelték. És mégis, miután eljutottak Auschwitzba, egész kellemes élmény lehetett visszagondolni a gettóbeli állapotra. Hiszen Auschwitzhoz képest az az állapot, a gettóbeli állapot mégiscsak egy kedvezőbb állapot lehetett. Kedves hölgyeim, tisztelt uraim! Az Auschwitz kiállítás nem csak arról a lágerről, hanem Dombováról is szól. Ezen szeretném önöknek bejelenteni, hogy kezdeményezője leszek annak, hogy idén, amikor június végén a helyi izraelita megemlékezés napját tartjuk,
a gettó bejáratánál, a Deák Ferenc utcában helyezzen el Domovárváros önkormányzata egy emléktáblát, felhívva mindig a figyelmet arra, hogy az a több száz zsidó előszobája itt létesült 1944-ben. Kérem, hogy támogassanak ebben. Igazán nagy lendületet a zsidók számának gyarapodása a század, a 19. század utolsó harmadában vette kezdetét. És ez egybeesik Dombóvár első nagy urbanizációjának időszakával, amelynek igazi hajtánya a lázas vasútépítés volt környékünkön. 1872 ugye a nevezetes dátum számunkra, tudjuk ezt, amely aztán vonzotta a betelepedőket a szomszédos településekről és távolabbi vidékekről is, és zsidókat is közöttük. És már az egyre gyarapodó város nem csak kereskedőket fogad be, hanem jönnek megint az iparosok, a szabadfoglalkozások, a földbérlők, és orvosok még a szabadfoglalkozású pályákon. Orvosok, akik közül annyi remek embernek a nevét tudnám említeni, de csak egyet említsek, megint valamennyünk számára sokat mond valószínű, Rísz doktor, Rísz Józsefnek a neve, akiről csak annyit, hogy népszerűségét mit bizonyít. 1934-ben találtam egy forrást, erre nézvést, márciusban névünnepén a dombovári vasutasok 45 tagú fúvós zenekara szerenádot adott névnapi alkalmával háza ablaka előtt. Hogy mi az oka tulajdonképpen annak, hogy jól érzik magukat Dombóváron, de nem csak Dombóváron, az országban másutt is olyan politikai folyamatok is állnak a háttérben, amiről csak nagyon röviden a kiegyezést követően megtörténik a zsidók polgári jogegyenlősítése, 1895-ben pedig a vallási emancipációja is.